Ébredeznek a méhek, azonban gyenge családokkal indul az idei év. A tavalyi jelentős méhpusztulás és a gyenge terelés egyaránt kedvezőtlen volt számukra. Várhatóan idén is hirtelen jön a meleg, ez tovább ronthatja a méh családok helyzetét. 5 éve folyamatosan romlik a magyarországi méhcsaládok állapota, és az uniós piacon nyomott árakkal szembesülnek a termelők. Tavaly több mint 300 méhész jelezte, hogy elpusztult a méhcsaládok nagy része, ezért számtalan vizsgálat zajlott 2018-ban. Akkor Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke úgy nyilatkozott, a méhpusztulás összefügg a napraforgó termesztéssel, és ha a folyamatnak nem sikerül gátat venni, félő, hogy a méhészek új szakma után néznek. Az ágazat problémája azonban összetett, nem csak a pusztulás nyomja a gazdák vállát, gond például a hamis méz is. Hók József, a Nyíregyházi Méhészek Egyesületének elnöke, maga is méhész, a vendégem, jó estét kívánok, köszöntöm. Mi a helyzet itt a nyíregyházi környezetben? Mekkora mértékű volt az a méhpusztulás, amit tavaly tapasztalni lehetett, és az mennyire ingathatja meg a nyíregyházi méhészek helyzetét? Napraforgón indult igazából ez a méhpusztulás, nem is igazából a megyénkbe, hanem más megyékbe, akik elvándorolnak napraforgóra, mert azért másabbak a földterületek, másabb a napraforgó mennyiség, nagyobb árbevételre lehetne ott elméletileg szert tenni. És voltak állományok, ahol mondhatjuk, hogy a teljes kijáró méz, ez így mit is jelent, amit gyűjtenénk valójában a mézert, azok eltűntek a kaptárból. Meg se találtuk azt, hogy hol pusztult el, vagy miért pusztult el, csak egyszerűen eltűnt. Amelyek családok megfelelő állapotban voltak, megfelelő fiasítással rendelkeztek, azok azért valamilyen szinten utolérték magukat, és a hosszú napraforgónak köszönhetően még azt is mondhatnánk, hogy volt termésünk. Hogyan teleltek a mély családok? Na most ezt a népességet végül is akkor úgy folytattam volna, hogy valamilyen szinten azért volt egy népesség kiesés, és ezáltal a téli népességnek a megnevelése a családoknak gondot okozott. Maga a szárazság, maga az egységú virágpor ellátás, ami ugyanúgy a méheknek a fehér szükségletét a virágporból tudják felvenni. Szárazság a száj esetén viszont nagyon kevés az a virágzó növénykultúra, ami virágport ad, és ezért vontatott volt, nem sikerült teljes állománnyal vagy 100%-os családokkal élbe menni. Ami most tavasszal azért, ahogy mondtam, hogy amivel sikerült is, azért nagyon sok esetben előfordul, hogy virágpor hiány meghozta, vagy jött a következménye, hogy azért vannak veszteségek, vannak nozémás családok, ami a méheket végül is egy a legyengült immunrendszere, ezek a betegségek fogékonyá tették, és egy 20%-os körüli méhveszteségről beszélünk, amit eddig azért a kollégák mondanak, ami még nehezebb az idei tavasz valójában. Egész télen azt mondhatnánk, hogy végülis habunk volt, de nagyon kevés csapadék esett. Az időjárás most túl kedvező, túl meleg, de a száj vagy akkor a szárazság hatására a meginduló növények nagyon kevés nektárt és virágport tudnak adni. Ezek a növények még semmi más, most csak a csukor vagy árva csalán, ilyen gyomnövényekről beszélünk, de ami a méh családoknak a mostani feljövetelébe, vagy a tavaszi fejlődésében nagyon nagy jelentősége lenne. Hát egyenlőre nem túl biztatóak a jeleink. Mennyire kitartóak a méhészek itt a megyében? Valamilyen szinten az eddigi növekedések, én azt mondom, akár a méhészek számának növekedése, én most már azt mondom, hogy kezd megtorpanni. Azért ezelőtt 2-3 évvel egy 20-30%-os méhészek növekedéséről voltunk, amit lehetett, vagy amit tapasztaltunk. Most már csökken, akik eljutottak egy szintre, vagy esetleg a teljes állományok elpusztult, hogy mondhatnánk, hogy lejár fiatal gazda pályázatja, akkor ezek javarészt abba hagyják. Jelen pillanatban a méh családok eltartottsága, vagyis az adott mélegelők, ami itt van a környezetünkben, már azt lehet mondani, hogy nem alkalmas ennyi méh család ellátására. Meg lehet még ebből élni? Van erre egy csúnya megfogalmazásom, amíg a más tevékenységünkből azért dolgozunk, hogy a méh családjainkat eltartsuk, akkor igen. De ehhez óriási elhivatottság kell. Lehet, hogy oda kell lesz, hogy érjünk, vagy akkor kell egy idő, amíg most azt mondhatjuk, hogy már nem nyereségből, hanem a méhek szeretetéből, vagy a méhek, vagy a természet szeretetéért próbáljuk most egy túlélő időszakot, vagy legalábbis akkor a költségeink, ha vissza is jönnek, de nem nyereségért méhészkedünk, én úgy gondolom jelen pillanatban. Ezért ez a nemzetközi kitekintés, amit itt a bejátszásban láttunk, ez nem túl biztató.
és most egyenlőre egyre nehezebb. Most akkor még azért mondom úgy, hogy maga a hamisított vagy a más országokból bejövő mézek, amit igazából azt kell, hogy mondjuk, hogy a fogyasztó leragadott, hogy méz. Az, hogy az honnan származik, vagy miből állhat össze. Egyenlőre az ár miatt, vagy nem is tudjuk megmondani, hogy mi miatt nem akarják tudomásul venni. Édesítőszerként tökéletesen használható, maga a termelőtől való méz teljesen más ízvilággal, illata, aromával és hatással való, mint amit ezekből az országokból behoznak. Mi az, amit mondjuk az önök egyesülete, vagy akár több méhész egyesület összefogásával tenni lehet azért, hogy ez a folyamat megálljon, vagy egyáltalán felhívják rá a figyelmet, vagy hogy a méhészek mégiscsak megmaradjanak a tevékenységük mellett? A hazai fogyasztás neveléséért, amiért mindenképpen meg kell próbáljunk mindent. Vannak olyan felmérések, hogyha minden ember naponta egy kanál mézet elfogyasztana, akkor Magyarország importra szorulna. Nem az, hogy exportálni kellene a mézünket, hanem itt a hazánkban meg lenne, vagy elfogyna. Hát ezért próbálom meg mindent, akár a mézes reggelikkel, vagy akár most már ilyen elővetítve konferenciákkal, ahol bemutatjuk a méznek a nektártól való fogyasztóig való útját, a méz jótékonyság hatását, de ilyennel felhívni a fogyasztók figyelmét, hogy tudatosan próbáljanak meg vásárolni, és ne csak az a szó, hogy méz lebegjen előttük, hanem azért próbálják meg kimondottan a termelői mézet vásárolni, amiért maga az arc, akitől vásárolják. Garanciát kell, hogy jelentsen azért, hogy ők igazi, valós mézet vesznek, és ez nem csak édesítőszer lesz, hanem a méz jótékonysági hatásait is fogják, vagy a vitamin ellátottságát is fogják tudni biztosítani ezáltal. Mi az, amivel be lehet oltani az embereket, vagy akár a gyerekeket, hogy ezzel foglalkozzanak? Már mind a mézfogyasztással, vagy a méz... A méhészettel, valahol a kettő valahol összefügg nyilván. Sajnos nem. Én azt mondanám, hogy sajnos nem. Az utolsó 5-10 évben azt mondjuk, hogy a megélhetés szükségessége tette lehető, vagy akkor vonzotta a méhészeket ebbe. Mi az, amit... most így nem is panaszkodás, vagy nem is dicsekedésnek hangzó. Mit lát egy lakos, aki néz egy méhészt? Évente cserél autót, hordja a mézes hordókat hazafele, de az, hogy emelettől mikor, éjszaka, hol vándorol, hol perget, mit dolgozik, igazából senki nem látja. Sajnos mi se tudjuk igazából megmutatni azt, hogy miből is áll a méhészkedés, erre is azért próbálunk már kis filmekkel egyébben felkészülni az, hogy meg tudjuk mutatni, hogy egy méhésznek milyen más tevékenységei is vannak, vagy az a jövedelem miért van, vagy miért cseréli az autót. Az önmel családi vállalkozások ezek? Én azt mondom, hogy javarész családi vállalkozások, nagyon kevés olyan alkalmazottakat alkalmazó méhész van a megyénkben, mert mondjam így, hogy a megyénkben, országosan már lehet, hogy több, de itt azért az 1-200 családdal, 300 családdal, egy méhész és a családtagjaival. Most a gyerekek, szülők, nagyszülők, vagy akár olyan rokonokkal meg tudja oldani, és ezáltal most azért mondja visszafordított, de nem a létszámcsökkentésekre kell itt ezáltal gondolni, hogy el fognak engedni alkalmazottakat a méhészek, mert nincs alkalmazottjuk. Itt az, hogy ők mennyi pénzt fektetnek ebbe pluszba bele, vagy a családtagéknak a munkáját nem költségként számolják el. Ezért ténylegesen tudják még a méhészetet folytatni, de ha ezeket költségbe forintosítanánk, hogy ez annyi pénzbe került, már rég rá kellett volna, hogy jöjjünk, hogy ez nem gazdaságos tevékenység. Hogyan lehetne ezt gazdaságossá tenni, hogyha önön múlna bármilyen döntést meghozhatna, hogy ezt az ágazatot stabilizálhassa? Ezt így nehéz megfogalmazni. Maga egy olyan folyamatot visszafordítani, ami a környezetünkbe bekövetkezett. Itt a növényvédőszerekkelre gondolva is csak, hogy a talajba olyan mennyiségű, ugye a talajvizekbe felhalmozott olyan mennyiségű kártevők vannak, vagy nem mérgek vannak, ami a méh családjainkat folyamatosan pusztítja, és ezzel igazából, amíg ki nem ürül, nem is tudunk versenyezni, vagy igazából nem tudunk mit tenni. Azért dolgozunk, hogy visszaállítsuk állandóan a méh családjaink állapotát, és próbáljuk meg valamilyen eredményt elérni. De a méhészet lehető legjobban kitett időjárásnak levő tevékenység. Nekünk akácon 7 napunk van a nektárgyűjtésre.
Ha az a 7 nap alatt akár esős idő van, szeles idő van, nem megfelelő a hőmérséklet, egy évet dolgoztunk azért, hogy akár pénzünk legyen, és lehet, hogy semmi nem lesz. Vagy gondoljunk egy tavaszi fagyra, amikor már az akácvirágzás megindult, egy reggeli 5-7 fokos lehűlés elvitte az akácmézünket, nem tudunk másból annyit termelni, hogy abból már jövedelmünk legyen, esetleg a költségeinket tudja fedezni. Vannak-e támogatások, amikre számíthat a méhész? Nemzeti programban van lehetőségünk, 3 éves ciklusok vannak a nemzeti programban, most 2019. augusztusával fog indulni az új nemzeti programba. Nemzeti program, hát így már most az elmúlt, vagy az idei augusztusáig a korábbi éveket tudjuk felhasználni. Most március végéig van a gyógyszercukor támogatás, vagy az atka elleni védekezésnek a támogatása, a határidejének a lejáratás, leadása, méhészek ebből a méhi családjaik kezelésére gyógyhatású készítményeket, atka írtószereket tudnak vásárolni, vagy esetleg legyengült családjaiknak a érelemmel pótlása, amit cukorszirupban lehetséges, ahhoz tudnak cukrot vásárolni. Vándorlást elősegítő eszközökben van lehetőség vásárlásra, anyacserére van lehetőség. Hát ezek az éven még mennek, végül is, és 2019 augusztusától pedig majd az új nemzeti programban látjuk, hogy esetleg milyen változások lesznek. A méhészek vagy a méh családok nagyon szintű változása miatt esetleg hát a magasabb összeggel, de valami új támogatás is hát a részesülünk. Hogyan segíti az Egyesület a méhészeket? Hát megpróbálna az érdekeiket képviselni, akár itt a növényvédelemmel kapcsolatban, akár a reklámmal kapcsolatban, piacra jutással kapcsolatban, közösen fellépve, mert egy ember igazából nem sok mindent tud maga elérni. Maga azért, ha itt az Országos Egyesületet veszük, azért közel 20 ezer méhész érdekeit összefogva, már azért mondhatjuk, hogy tömegről van szó, és ezáltal megpróbálni valamilyen szinten eredményt elérni. Tudnak-e segíteni például egy-egy ilyen támogatás lehívásában? Igen, hát az egyesületi gyűléseken ezeket is tesszük. A országos, vagy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szaktanácsadó folyamatosan látja az Nyíregyház, vagy akkor az összes egyesületnek a gyűlését, és ezeket a támogatási papírok átnézésével, átvételével, majd ő fogja tovább juttatni az államkincstárhoz, de akár a vásárlási tanácsokkal, hogy mit vásároljanak, mi a célszerűbb kezelések szempontjából, vagy akár árak, alacsonyabb árak, ekkora tömegnél azért minél több embert megpróbálunk összefogni és egy helyen vásárolni, akkor kedvezményes árakkal is elő tudunk állni akár. Hók József, köszönjük szépen, hogy mindezeket elmondta nekünk, és remélem, hogy jobb évet fognak zárni idén, mint tavaly. Köszönjük szépen.